Egyre másra készültek múlt hét elején a rózsaszín gyöngyökből készült karkötők, az ékszerekhez pedig bátorító üzeneteket is társítottak. Az egészségfejlesztési iroda az Európai Méhnyakrák megelőzési héthez kapcsolódóan idén a Pszichotikusok Egyesületének tagjaival fűzte a gyöngyöket. Az összesen 99 darab elkészített karkötőt a Józsa András Oktató Kórház nőgyógyászati és onkológiai műtét előtt álló betegei kapták meg. Mi a karkötőfűzést kiegészítettük már a tavaly évben is azzal, hogy pozitív üzeneteket tartalmazó kártyákat is készítünk a karkötőhöz, melyet szintén rákötünk. Azt gondoljuk, hogy ugye ezek a karkötők a Jós András nőgyógyászati, onkológiai nőgyógyászati és általános onkológiai osztályán bent fekvő, vagy éppen műtétre várakozó nőknek, és ugye az általános akár férfiaknak is átadásra kerül, azzal a céllal, hogy szimbolizáljuk, illetve eljuttassuk hozzájuk azt az üzenetet, hogy nincsenek egyedül, illetve hogy mellettünk áll, mellettük állunk, akár ismeretlenül is, illetve a pozitív üzeneteket elolvasva pedig reménykedünk abban, hogy, hogy egy picit motiválni tudjuk őket az életbe vetett hitre. Magyarországon évente 1500 új mélynyakrák esetet diagnosztizálnak, és évente 400-500 halálos áldozatot követel a HPV vírus okozta daganatos betegség. Pedig ez a szám jelentősen csökkenthető lenne akkor, ha a magyar nők nagyobb hajlandósággal vennének részt a rendszeres szűrővizsgálatokon. Ráadásul a 12 évesnél idősebb lányok számára 2014 óta igényelhető a vírus elleni oltóanyag. 2020 óta pedig ezt már a kamaszkorú fiúk is kérhetik. Szabolcszat már Bereg megye, ha a trendet nézzük, nincs magasabb kockázattal, nem rendelkezik magasabb kockázattal, mint ez az országos átlag, de azért azt is látjuk, hogy ezeknek, a, ezeknek az új eseteknek az egyharmadát meg lehetne menteni, azaz a, az éves közel 400 nő, akit elveszítünk mégnyakrákos megbetegedés miatt, azok közül jócskán lenne még országos szinten is, akit meg tudnánk menteni abban az idő, abban az esetben, hogyha, hogyha valóban az egészség egészségtudatosságot tudnánk a tekintetben növelni, hogy ne akkor menjenek el szűrésre, diagnosztikai célra lesz igénybe véve, amikor már testi tüneteket érzékelnek magukon, hanem amikor még egészségesnek gondolják magukat és győződjenek meg arról is, és tudatosítsák magukban azt, hogy hogy, hogy egészségesek. A nőgyógyászati célú szűrőprogram Magyarországon működik, a 25 és a 65 éves korú nőket hívják be ebbe a szűrőprogramba, a szűrővizsgálatot pedig javasolják, ugye ezt a, a ezt a mély kenetvétel, mély a kenetvételt is ismételni három évenként, úgyhogy három évenként behívásos alapon ez a korcsoport van megszólítva. Azért ez a korcsoport, mert ebben a legemelkedettebb száma a betegség előfordulási kockázata. Moravcsikné Kornyicki Ágota hozzátette, az egészségfejlesztési iroda számos programban népszerűsíti a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálatokon való részvételt. A cél az, hogy a jelenlegi 30 körüli részvételi arány az észak-európai országokhoz hasonlóan Magyarországon is 60 körülire emelkedjen a következő években.